Tisztelettel köszöntöm megjelent polgármestertársaimat, a nézőket és megjelent vendégeinket a 2024. május 10-i Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésén. Az ülésen jelen van Tarján István, polgármester úr Biatorbágy képviseletében, Buda Jenő képviseletében Budai István, Budakeszéről Győri Ottilia, Nagykovácsi képviseletében Kiszelné Mohos Katalin, Págy képviseletében Székely László polgármester úr, Perbál képviseletében Varga László, Pilisjász falu képviseletében Szántó Vilmos alpolgármester úr, Remete Szőlős képviseletében Szatmári Gergely, Telki képviseletében Deltai Károly, Tök képviseletében Lősze András, így az ülés határozat képes. Ugye mindenkit felolvastam. A mai társulás ülésen 8 napi rendi pontunk van. A napi kihívott meghívóról szavaznánk, és a mai ülés jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Kiszelné Mohos Katalin Nagykovácsi polgármesterét szeretném tisztelettel felkérni. Ha ezt elfogadja, akkor indítható a szavazás. Alpolgármester úr, Szántó Vilmos, legyen kedves egy gombot nyomni. 10 igennel egy hangon megszavaztuk, és akkor már is elkezdenénk tárgyalni a napirendi pontokat. Az első napirendi pontunk a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és Intézményeinek a 2023. évi költségvetésének a második módosításának az elfogadásáról szavazunk. Kérdezem, van-e hozzászólás? Ha nincs, akkor indítjuk a szavazást. Tíz igennel egy hanggal megszavaztuk. Második előterjesztésünk a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadásának az elfogadásáról szól. Nincs hozzászólás, indítjuk a szavazást. Tíz igennel megszavaztuk. A következő harmadik előterjesztésünk a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2024. évi költségvetésének első számú módosításának elfogadásáról szól. Indítjuk a szavazást. Tíz igennel elfogadtuk. A négyes előterjesztésünk a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2023. évi szakmai beszámolójának az elfogadása. Kiküldtük az anyagot, kérdezem, van-e hozzászólás? Ha nincs, indítjuk a szavazást. Tíz igennel megszavaztuk. Az ötös előterjesztésünk a Híd Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 23. évi beszámolója. Köszönjük szépen a munkátokat, itt van a helyettes asszony. Úgyhogy, ha nincs hozzászólás, akkor indítjuk a szavazást. Tíz igennel elfogadtuk. Hatos pontunkban a Budakörnyéki Közterület felügyelet tavalyi évi beszámolójának az elfogadásáról döntenénk. Ha nincs kérdés, indíthatjuk a szavazást. Nyolc igennel két tartózkodással elfogadtuk. Hetes előterjesztés a közterület felügyelet gépjármű állományának ügyében adnánk felhatalmazást a közterület felügyelet vezetőjének intézkedések megtételére, nyilvánvalóan a konkrét döntésekről majd a bőtülés dönt. Indítható a szavazás. Hét igen, három tartózkodással elfogadtuk. És a nyolcadik pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e egyebekben hozzászólása, bárkinek mondani valója. Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a mai ülést, mindenkinek a legjobbat, és nagyon szép napot kívánok. És ezzel a mai ülés bezárom.